Na, folytassuk a GTA Vice City Stories-t, ezúttal CJ-t irányítjuk. Ugye az előző részben átöltöztünk. I know there's a major shipment coming in real soon. I've been to your apartment and I've read your files. Tényleg itt van lesz. The contact is at the White Stallion's bar. Még az... Na jó, mondjuk ezen a szigeten is lesz szörnyűséges küldetése, de majd a második szigeten. Jaj. Van egy olyan csodálatos küldetés, amit nem akarod lelőni a point, de annyira fogod imádni, hogy sok értelme van. Ó, de várom már ezeket. Ez az ketten motorosztok, még viccesebb lesz, ha valahol elbaszol. Ja, így meg tudok halni együtt Lance-szel, ami jó lenne. Mert én ugye respawnolok. Nem mondjuk az a baj, hogy szerintem ő is. Na mindig. Közben már magam rúszítottam a zsekeliákat, de... Na, itt vagyunk a bárban. Ami nem egy meleg bár. Hanem egy motoros. Jaj, de jó, hogy ezt a zenét játszak, én nagyon örülök, én nagyon örülök. Hát de igazából előfordult, hogy meleg bár, de most az a baj, hogy most egyszerre kellene beszélnünk ugye egyfolytában, hogy ne legyen az a probléma, hogy a zenét ugye felismerik ebben a részben. De hát majd meglátjuk igazából, nem tudom, hogy mi lesz majd, még nyugodtan beszélj közben, na oké. De még most nyugodtan beszélj közben, én addig harcolok ezekkel a motorosokkal. Ja jó, rendben, nyugodtan harcolj a motorosokkal, egyesével öld meg őket egymás után, miközben én szóval tartom a nézőket, és nem megakadályozom, hogy halassuk a zenét. Van még zene? Van. Picsába, akkor beszélek tovább. Ez az, lőd le azt a motorost is lőd le, ezt a motorost is lőd le. Opa, szerintem Lenz, szerintem éppen Lenz-t akartam lőni egyébként. Most hát őt lőttem, várjál. Azért, mert annyira úgy gyűlölött, hogy még akkor is őt lőd, amikor nem felette van a piros nyíl. Mert ő neki meg piros ruhája van. Sundorit van áll rajta, miért nem kell pisamában van? Pisamában, az is lehet, hogy igazából lehalkítom mondjuk itt a játékot, de... Hát ő megkönnyíted a dolgunkat akkor, de most már... Nem, most már mindegy, mert igazából már készen is vagyunk a küldetésre, tehát még csak annyit kell csinálnom, hogy kimenjek az ajtón, hogyha végre megtalálom azt a kurva ajtót, csak tudnám, hogy hol van az ajtó. Végül megtaláltam, már is kijutottunk, most van itt egy zene. Egyébként nem hallottad a zenét, vagy csak... vagy mi volt? Jaj, de jó. Micsoda, lemaradtam meg. Nem hallottad a zenét, vagy mi volt? Nem annyira hallatszódott. Ja. Amikor jelent volt, akkor jobban hallottam, utána már nem annyira. Aha. Mert még utána még ugye bunyóztunk, akkor is ment ugyanez a zene. Bazzög, mi a... Na jó, szerintem csak lépjünk a picsába, Lenz. De most nincs az, mint múltkor hallom a játékot. Szállj be, Lenz! Gyerünk! Lenz! 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 Szállj be! Szállj be! Kurva életbe, Lenz! Te nyomorék! Miért próbál püfölni? Gyerünk! Szállj már be! Szállj már be! Aj, Istenem! Szerencsétlenség! Szállj be! Na, végre! Úristen, Lenz! Hulladék. Ez az... Beszállt, nagyszerű. Csak 6 óráig vártál rá. Gyerünk. Hogy csak ide kell jönni, hát ez... Hát ez a pillanatra eltűnt az a... az a... az a... közlekedési lámpa oszlop. Ilyenek előfordulnak. Azt észrevettem tegnap is, amikor vettünk fel, hogy egyik lámpa oszlop így random eltűnt, mert megjelent újra. Azt hittem, hogy csak képzelődtem, de akkor nem, ez így van. Így van. És akkor egy kis tudsz menni, vagy teljesen megszűnik létezni? Nem tudom. Ezt nem lenne, hogy átmész rajta, utána megjelenik és mögötted meg neki baszódnak. Az meg... az igen. Ó, persze, átmegyek rajta, ez nem számít. Még a földön számít. Van, persze. Picsába. Oké, ott hagyom rajta a kocsit. Gyere, Lenz! Hogy élte túl? Picsába, meg fog dögleni a rohadt életbe. Nincs egy kurva autó sehol se. De hogy nem, itt van. Ott egy Walton! Életmentő Walton, gyerünk! Szállj be, Lenz! Szállj be! Sose hittem volna, hogy egy ilyen autó egyszer megmenti az életünket. Most már imádod ezt az autót. Hát azért az túlzás. Ennyi kurva rendőr. És mindig annyi nyomorék, hogy egyik sem megy neked, vagy valami, hanem így...
Elmennek mögé, aztán diszpónol az összes. Nice. Ah, itt is sziréna van már. Na, ez mégis lenne. Pusztuljál le, éhen Lenz. 750 dollár. Ne, semmi. Még jobb. Én hülye, még azt hittem, hogy... Na jó, várj, először megyek és feltankolok, mert nem állok valami túl jól. Még Mázai pont itt van a... az ammunition és a kórház is. Apropó kórház, ugye? Várj, hol van a... Ja, itt van. Itt is, amit hogyha lenne kórház, mert egész nap ezt hallom. Most mehetsz az ammunációba. Most már direkt nem... Szándékosan nem álltam el ugye az utamat, mert akkor úgy parkoltam oda be, hogy pont el is tűnt a, az a szar, amivel bemehettem volna. Vegyek valami fegyvert. Ó, itt 40-nál többe kerül a páncél. Mint? Vice City-ben? A, ott 200 volt itt, meg 240. Az furcsa, pedig ugye ez régebben játszódik, tehát itt elméletileg kevesebb pénzt is kapunk mindenért, mert ugye még a dollár még többet ér, vagy nem tudom. Egyébként random be lehet menni ilyen boltokba, az viszonylag tetszik. Hermit Clothing. Hermut? Nem, mit tudom én? Nem rossz dolog ez egyébként. Lehet egyáltalán bármit itt csinálni, vagy csak benész is. Sok minden, nem igazából. Csak úgy vanni lehet ideben. Lehet kirabolni lehet, és akkor az is hozzáad a 100%-hoz, amit meg fogsz csinálni. Na jó, nem biztos. Nem vicces vagy, Feri. Én nem vetted komolyan, amit mondtam. Ó, hát egy motor. Most már PC 600-at látsz a képen. Ez az, nem PC-t írt ki. Vagy PC G, nem tudom, az G-nek is elmenne az a hülye. Az olyan, mint a Disney-ben ugye a hülyén írják az Y-t, hogy inkább P, és akkor Disney. Nem értem miért. Mert nem lehet egy betűt úgy írni, ahogy megszülettek. Hát a betűk születnek, kusolja. Mint hogy a babák is. Igen, csak a betűkért nem kár. Hogy de utálom a babákat ma is. What did you say to me? When will you grow? Gyerünk, vedd meg! Hello, boys! Mom! Fix to put your brother down. What are you doing here, Mom? I'm cleaning up my act. Off the drugs for good. Here we go again. Can I get a drink, Lance, honey? Who's that? That's Javier. He's been very sweet to me. Oh, give me a break. I'm tired of your bullshit, Mom. You come here to ruin things for us again. How can you say that? I raised you! Aunt Enid raised us, not you! Fú, fehér az anyu. Please, give me please. You can stay with Lance, Mom. What? But I don't want any trouble. I got enough horseshit dealing with him. Vic, we gotta go meet that friend of yours at the airport. What? I'll explain on the way. Oh, right. You too. Stay out of trouble. Lick me, senora. What friend at the airport? This guy's a dealer who's getting out of the business. He's getting us a file about this big shipment coming in. How much is this gonna cost? You gotta speculate to accumulate. We're yuppies now, bro. Most már érted, miért utálom Lenzt jobban ebben a játékban tízszer? Egyrészt a játéknek a felét vele töltöd a Vice City-vel ellentétben. Másrészt még nyomorékabb volt itt, mint a Vice City-ben. És amúgy meg kéne... Azt nehéz felülmúlni, de sikerül. Fel kéne venni a fényerőt a monitoromon továbbra is.
Verem! Így kihívás. Hogy nem látok lószartja. Tehát az a kurva nagy hold, de nem világít lószartja. Ja, és itt legalább korrekt a képaránya a holdnak, nem ilyen lapos. Itt is megnő, hogyha belelősz távcsövessel. Biztos. Ez kb. Mindig. Ezt úgy vártam, amikor ezt megtudtam. Ez mindig GTA-ban innen, szerintem a 3D univerzumban. Az esetük ki akarták venni, csak nem tudták, mert ugyanezt a motort használják, és inkább leszarták. Mondták, hogy még hülye fogja távcsövessel meglőni a holdat, tehát senki nem csinál ilyet. Mondjuk, ja, érdekes dolog. De ki az, aki erre rájött, az mit gondolt? Tehát miért lőtte meg a holdat? De gondolj bele, hogy aki megtalálta ezt, és akkor anyád, mi a fasz? Anyád, mi a fasz? Mit találtam? De nagy felfedező emberek ezek. Hát. Na, most itt be kell mennem, tehát elveszíteni az összes fegyveremet, de jó! Jó, akkor jó volt megvenni a dolgokat. Meg beszerezni mindent, meg felszedni másoktól. Azt majd olyan küldetés, ahol minden fegyverünket elveszítjük, mert azok a jó. Meg ki a báj? Ja, de egy centire van tőle, de üvöltezik. Ennyi volt nála? Hát ennek sok értelem volt, hogy elvette a fegyvert és egyből itt vannak. Mert hát oké, hogy ide rakja ki, csak akkor minek mentek be egyáltalán, és miért veszi el? Hát, nem mindegy. Azért, hogy beszéljünk a taggal, de nem jött össze. Mert itt sose jön össze semmi, ugye. Mint egy egyik GTA játékban sem. Megment Lenszel vagy, és ő csak bal szerencsét hoz. Várj, most hol a fazban van? Oh, ó, basszus. Ja, lehet, hogy Jerry vette meg? Tudod, kinek korábban dolgoztunk. Ja, hogy erre nem lehet jönni, vagy nyúlni. Tudod, akit a lejáték legelején ismertünk meg. Mert nem lehet inkább neki dolgozni, még kell Lenz ellen. Mert Jerry is szar. De Lenz is szar. De mondjuk igazából a legtöbb karakter eléggé szarabban a játékban, lesz majd még szörnyűséges. Ezek kéne ide Diaz, ő egy jó arc volt. Igen. Egyébként Diaz az benne lesz. Igen? Aha. Tuti elbaszták őt is, hogy már ne szeressem. Fogunk neki dolgozni. Hova a picsába kell itt menni? Mi a franc? Nem tudom. Ja, ó, bazd meg. Picsába utálom a repülőteret, most már. Á, bazd meg, én fel is borultam. Nem már. Borulj vissza. Picsába. Nem meg fog hallni Lenz. Legalább egyből kiszálltál, de lehet, hogy Lenz nem. A kurva istenbe, most kezdhetem előről ezt a rohadt küldetést. Én is futam a repülőteret, mert mindig eltévedek rajta, mert a szarok az utak, meg annyira átláthatatlan fos az egész. Közben már rájöttem, hogy hova kell menni. Van egy, ahol ott jobb oldal, tőlem jobbra van az a kifutópálya oda. Ah. Hát most mehetek vissza a belvárosba, aztán... Mi a fasz? Az egy szép ugrás volt. Pont így borult fel a másik kocsi, és pont így hat bele Lenz a rohadt kurva életben a játék. Mindegy, szóval most mehetek vissza a belvárosba, hogy felszedjem Lenz, aztán mehetünk megint be a terminálba, hogy elveszítsem az összes fegyveremet, aztán mehetünk megint ki, hogy szedjem össze az összes fegyveremet, aztán megint mehetünk a kurva egyet. Picsába, ez ilyen 5 perc kb. Semmit tevésem. De nem lesz kivágva, mert mindenki szenvedje csak végig. Ja. Még ahogy nem mentettem el. Nem is tudtam kivágni a bénázásokat sem. Á, jó, az is a része a dolgok. Itt a végjátszások azok. Hibákkal együtt mennek fel, nem úgy, mint egyeseknél. És nem is safe state-elsz közben. Ja. Nem, mit nagyon tudnál, de nem baj. Hát emulátorral tudnék max, de emulátorral annyira nem az igazi.
próbálom minél gyorsabban megcsinálni ezt. Most már legalább tudom, hogy hova kell menni. This dude's plane could be leaving anytime. So let's pop big time. Igazából ez a Vice City sokkal San Andreasosabban van felépítve. Tehát ugye a Vice City-ben általában az szokott lenni, hogy így ott van ugye a pizzéria, oda simán be tudsz sétálni, meg ilyesmi. Itt viszont még az olyan, még a kajádák is ugye úgy vannak megoldva, hogy mint San Andreasban, tehát hogy egyik sincsen nyitva, hanem ott az ajtó, ja. Bemegy a sugárba, és akkor bent leszel. Mondjuk lehetne több helyre is bemenni, meg lehetne értelme is annak, hogyha már bemész oda. Meg vicces, hogy bemész egy ilyen robotba, azt te semmit sem tudsz ott csinálni. Hát igen, San Andreas mondja, lehetett mindenféle ruhákat venni. Valamikor lehet, hogy majd újra végigjátszok azt is. Mint hogy a GTA Vice City-t meg a 3-at. Ó, igen? Ja. De az eke fordítás kell megint, nem? Hát, úgy volna igazi. Hát de nem inkább valami új akkor? Vagy nem tudom, van más fordítás egyáltalán hozzá? Hát biztos, hogy van, hát én ugye a izéssel játszottam. Az Xboxossal, hogyha mondjuk mit tudom, nem Xboxon játszom most, hanem PC-n. Ó, az csodálatos lesz. Hát, ha van valami fos hozzá. Vagy akár PS2-n, vagy ilyesmi. Még nem tudom. Hát tekintve, hogy legtöbb fordítás egy rakás szar, ezért valószínűleg az is az lesz. Ha így külön hát van. A PS2-ös az azt hiszem egyébként az Xboxosról lett átírva, tehát ez kb. Ugyanaz. Még az, X, még az is, hogy Xbox.ot, még az igen, az annyira jó volt. Mi az, hogy nincs sok idő? Meddig kell odaérni? Hát nekem nem is mondták, hogy... Nem írt, az elej, nem írt az elején esetleg olyat, hogy mennyi ugye nem odaérni? Nem X óráig, nem, nem, nem 9-ig, mert most van 9, nem 9-ig van. Hát csak 9 óra 2-ig, vigyázz! Én már is vagyunk, úgyhogy nem gáz. Hát most már mindegy megkapon. És megint itt meg kell nézni ezt, meg jó, hogy el lehet nyomni. Már hol tűnt a kocsim? Ja, eltűnt a kocsim. Csodálkozok, hogy miért lophatunk folyton a hutókat a játékban, de hát ők is ellopják, úgyhogy. Ez abszolút nem bűn. Itt kell bemenni. Egy kellett volna jönni eredetileg alapból. Csak fingom sem volt, hogy hova kell pontosan menni. Hát nem nézed meg előre a térképet pontosan, akkor nem jössz rá magadtól, mert csak követed, aztán nézed, hogy miért nincs itt. Hoppa. Ó. Oh. Kicsit távolabbra vagyok, azt hiszem. Ott vannak dolgok. Hoppa. Köszönöm. Lehet, te nem nevetett ki, ez egy jó dolog. Miért van be? Innen lehet menni? Jaj lesz, nem. Jaj lesz. De azt hogy lehet, hogy ők már tudnak rám lőni, de én rájuk még nem. Ez egy fura dolog egyébként, de... Kussoljál már, Lenz, bazd meg! Don't get me angry! Nem is csinál semmit. Én lövöm őket. Miről beszélsz, Lenz? Jobb is, mert ne bízz rá fegyvert, mert magát lövi le vele, vagy nem tudom. Vagy engem vagy téged. Vagy téged, mert hátba szúr téged is. Sajnálom el, Lenz. Hogy de lelőném már most. Hát még várni kell 2 évet vele. De megéri. I'm guessing we're not the only ones your contact turned away today. I'll get the file. Én addig feltartom őket, semmi gond.
Te megszerzed azt egy darab fájt, és ők, te meg addig így feltartod őket, és kinyírod a 600 ezeret, ami jön rád, jó, csak 4 volt. Hey bro, this guy really knew how to drop. There's some stylish shit in here. Never mind that. Did you get the file? Sure. No problem. No problem? I could have used a little help out here, ass brain. Take it easy, bro. It's all good. Let's take the file and get the hell out of my sight. Ez volt. Sír. Oh. Na ne. Muszáj volt ezt elvinni. Ez egy szar. Te félj, most esetleg nincs itt ez a szar. Tudod, ez a reklámtábla, ami itt szokott lenni. Á, tényleg. Ami lehet ugratni. Na, még ezzel is kellett csúszni, nem gondoltam volna. Szerintem még felborulni is fel lehet vele valahogy. Majd meglátjuk. Láttam már valakit, aki ezt fel tudta borítani Vice City-ben. En a golfautó az más, az csak borulni tud. Az könnyű, de ezt is sikerült már valakinek, aki gyakorlatilag profi autóborításban. Erről híres gyakorlatilag, hogy ő mindenféle autókat fel tud borítani. Nem tudom, erre büszkének kell lenni, vagy nem, de hát... Valamiben jó legalább. Mi büszkék vagyunk rá. Aki a Flipstalker, akkor egy álomautó igazából. Na, ez neki túl könnyű, hogy bármilyen autót felborít. Ez nem elég kihívás neki. Ez például elég kihívás lenne neki, mert azért ez nem könnyű, ahogy látom. Ne, felboríthatta ezt is. De remélem nehezebben. Egy ugratóra ráment félig, vagy ilyesmi aztán. Nem, Sunshine Autos csinálta, és ahogy megpróbált behajtani a garázsba, hogy gyakorlatilag fúgázzal neki ment, és ahogy nyílt fel a garázs, így felborult tőle. Mekkora trükk. Muszáj volt ezzel jönnöd? Olyan lassan. Ó, mehetnék azzal is, nézd csak. Miért? Ez melyik autó várja? Á, nem tudom a nevét. Ó. Nem is emlékszem erre az autóra konkrétan. Ha pedig Vice City-ben meg San Andreas is benne van. Gyönyörű, sokáig bírtad be. Azért borítottam fel, mert itt egy másik, amit elviszek. Ó, értem. Hát ez pedig benne volt a Vice City-ben, nem emlékszel rá? Abszolút nem emlékszem rá. Szerintem annyira nem használtam, hogy teljesen kimaradt. Mert nem kell autószalomba sem, meg általában úgyis találok jobbat, és akkor sose használtam. Nem a barátom ez az autó annyira. Jaj, de még itt van ez. Lance, I'm through with this, man. What you mean, this dump? Yeah, me too. No, I'm through with this bullshit. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, go soft on me now. I got what we finally needed. I know how we can get our hands on one big shipment completely free. We can finally get Pete the healthcare he needs. Look, Lance, I am a long way from being a good guy, but drugs just mean trouble. I agree, man. 100% agree. That's why we're gonna get this one big payday for all the hard work and split. Jerry Martinez. It's his coat.
You know what? Let's do it. All right, ladies and gentlemen. Ez a világ legjobb ötlete, már előre látom, hogy mennyire sikeres lesz ez. Semmi rossz nem történt, ugye? Semmi. Ez játék utolsó küldetését meggazdagszatok, és vége. Így van. Your dream is my nightmare. Don't be like that. Ez jó beszólás. Rain some insurance. Come on, guys. Time to pop. Nekem tetszik a sapkás sávhoz menni. Szövetségesek, akik meghallnak egy küldetésre. De várjál, ez nem stimmel, mert amikor még beszállt a kocsiba, akkor sárga volt a sapkája, most meg világos kék. Ja, fasz, meg a csávónak is kék poló, kék inge volt, most meg rózsaszín, vagy milyen piros. Nem sikerült ezt összeegyeztetni valahogy. De CGI-re gondolom, ezek, még mindig ezek is olyanok, hogy soha többet nem látod őket, ezt a két karaktert, csak ebben a küldetésben lesznek. Valószínűleg igen. Ebben egészen biztos vagyok. De nem olyan legalább, mint a, az a tag, tudod, a Copland-nek az átvezetőjében. Time in my swing-time, és akkor elindulunk hárman, ő meg szublimál, és csak ketten maradunk rendszer. És soha többet nem látod. Igen, eldobható emberek. Megkapcsolom kicsit a Trails-t, és meglátjátok, hogy miért szoktam kikapcsolni. Akkor miért kapcsolottál? Csak hogy lássak, hogy miért kapcsolom ki. Picit megváltozott a játék kinézete. I'll take a look and see what's happening. Por qué meter conmigo? You two just sit tight and make sure our exit is clear. This is about to get ugly. Ugly. Jó, neked is tetszett ez, ahogy mondta. Jaj, ne lesz, a kiletereje van. Az sose jó jel. Már nagyon nagy baj. Nagyon hasznos egyébként. Annyira útorul nézik ki a játék. Trails-zel. Még rosszabb, mint a GTA 3-as Trails. Minek van benne ilyen akkor? Nem tudom, hogy szebb akar lenni, de valahogy mégse sikerül a dolog, hát és ez a, nem lesz. Ez ilyen elmosódás, tudod így mondjuk, mint a neonfényeket is elmosódott, te látod ilyen fénycsóvák. Mint hogyha belennél a tépbe kb. Hogy a kokain a használat. Furad. Hát egy kokain használatot akar így emulálni. Nem tudja, lehetne szép, de nem sikerült neki valahogy. És sokkal korrektebbül néz ki a játék nélküle. Jobban tetszik nekem is így. Hát ide lassan nekem. Megy. Én megy ilyen lassan, ez a nyomori. A nyomorék azért. Hello. Tudok, hogy csak engem basztatnak. Legalább lesznek, nincsen életerej, csak nekünk. Az igen, hogy te is lőhetnél, öcsém. Igen, a játékban fel sem merült esetleg, hogy lesz. Don't lose Lance, de jó. Hát én igyekszem, de... Olyan. Hogy vagy éppen küzdesz a többiek ellen, mert előre mentőd a nyomorék szar. Jaj. Én nagyon utálom lesz. Ez a küldetés egy fos. Mi van, ha felrobbanak? Terrautom. Remélem, nem megyünk túl messze. Az meg már. Hagyjatok már a kurva életbe! Na erre... Oh. Használd meg, Lenz! Rohadék! De most meg kell várni, még megtalálja az útját ide. Jó, nem. Jó. Na! Ó, oh, hát ez nem sikerült. Sziasztok. Ez a küldetés egy szar. És tök jó, nem mentettem előtte. Sose mentesz mostanában. Igazából, hogy vissza tudod venni a fegyvereidet 2000-ért.
Ja, azt múlkó is láttam, az elég jó dolog volt, csak... Akkor is a kurva anyja. Most mehetek venni megint páncélt is. Ja, ezt nem lehet visszavenni, pedig nem volna rossz. Hát ja. Először felveszem, és akkor utána majd arra megyek. Ezzel a küldetéssel nem leszünk barátok. Ezzel sem. So, what's the plan? Martinez is bringing in that big ass shipment Forbes was rapping about. We're gonna rip it off. Én van szemgránátom is. Ezt is használok. Ez a küldetés, ez jól jöhet, hogy megdobálom a terautókat esetleg, vagy ilyesmit mondtam. Meglátjuk. A reptérre láttam, hogy volt nálad gránát. Mert hova is? Hova is megyünk? Ja, valahol itt a helyzőben. Vagy Havanába, nem tudom. Nem, de hogy itt lehajíti, vagy pici Havana. Lehet, hogy folytva volt, nem tudom már. Nem, kicsi Haiti volt, igen. Igen, itt vagyunk a szeméttelettől nem messze. Igen, igen, tudjuk. Gyerünk, menj le, menj. Oké, hogy azokra is próbál célozni, akik kamion másik oldalán vannak. Közben Lenz testén átlogott egy hullad, de ő leszarta. Á, ő itt nem nagyon csinál semmit, miután idáig eljött. Nem, ő csak úgy van. Á, most jön az izgalmas része, de jó lesz. Uh-huh. Ez a legjobb része. Nem látok, nem látok. Az mindig olyan furcsa volt nekem, a GTA 3-ban sosem törik le a motorháztető. Tényleg? Hogyha... Tudod, így felcsapódik a menet széltől, de sose esik le. Ah, eltűnt a cuccunk. Na igen, ez az a glitch, amit említettem korábban. Az pont ilyen küldetésnél, ez a teherautós. Sőre egy kicsit jobban megy, most nem sérült annyit a kocsi. Meg ezek is nyomorékul üldöznek most. Jó, szerintem ki kell őket rökni, így neki jönnek, meg ilyesmi. Nem annyira vészes azért eddig így. Az lehet, hogy fel is borult ott az oszlopnál. Nem. Nem, azt hittem. Na, most nagyon jól állok. Ez eddig ehhez képest, mert gyakorlatilag így majdnem, hogy nem fullig volt ugye a csík már múltkor itt. Igen, kb. Annyi volt, annyi hiányzott belőlem, annyi most van még ja. Rajta, úgyhogy. Mi a fasz? És így levegőbe felrobbant az egyik. Igen, csináltam, hogy ez a gép, ez lőtt volna a rakétákat, mert tudja, a gép irányította és nem mi. Hát ez csak ilyen scriptelt, tehát egyedül ezen az egy küldetésen történik meg. Gondoltam, hogy túl szép az, hogy ez így megmaradjon.
Ja, és ezzel a küldetéssel átjutottunk a második szigetre, ami azt jelenti, hogy még jobb lenc küldetések jönnek. Ez az. Ennél is. És tudod, milyen még négyes körözés? Igen, mert hatos nem lehet. Gyerünk már! Hogy átváltott a hangot írtál, amikor be akartál. Azért, mert azért majdnem... Ah! De jó! Ja, nem működt ki a kerék. Mi a fasz? Ah, zsír. Nem lehet kilőni a kerekünket. Csak mert nagyon messzire kerültem tőle, azt hittem, hogy el fogom baszni már pont itt a végénél. Elég szar lett volna. Igyekezz már, Lenz. Lenz, mindig mi a fasz csinálsz? Áthagyott valami robogón. Na itt vagyunk, azt hiszem. Igen. Ez itt Lenz háza. Azt tudtad? Á, azt hiszem, mintha a Vice-t végigjátszásban lett volna szó róla, hogy ő itten él. Gazdagok vagyunk és utolsók. Gazdagok vagyunk az utolsóságban. Rich at last. Majd lehet, hogy Rich a neve, a középső neve. Vagy Bob. 3000. Csiga, tényleg gazdag lettem. 14000-en van, tényleg rohadtok gazdag lettünk, nagyon örülök neki. Meglátogatjuk Cortezt. Van Cortez bent egyáltalán? Keresünk meg Cortezt. Nem látom innen a hajóját. Ó, lehet, hogy nincs itt. Lehet, hogy éppen franciákkal van. Már. Franciázik. Cortez a legjobb. Éppen franciázik. Na, nincs itt a hajója. Nem fogunk vele találkozni sajnos. Azt hittem azt mondtad, hogy Diaz a legjobb. Na, ja, de Cortez is jó. A kettőt szerettem. Két legjobb van, mert én ezt megtettem, hogy két legjobb legyen. A következő